2023. október 6-án is megemlékeztünk az aradi vértanúkról, településünk önkormányzata idén is egy szép eseményre várta a város lakókat megemlékezőket. Több oktatási és kulturális intézmény képviselői, közéleti és magánszemélyek, illetve a történelmi egyházak képviselői is részt vettek a péntek délelőtti eseményen. A himnusz közös eléneklését követően Polgár Lilla színművész szavalta el. Tompa Mihály a madár fiaihoz című versét. Tompa Mihály. A madár fiaihoz Száraz ágon, hallgató ajakkal, meddig ültök csügget madarak. Nincs talán még elfeledve a dal, melyre egykor tanítottalak. Vagy ha elmúlt, s többé vissza nem jő a víg ének s régi kedvetek, legyen a dal fájdalmas, merengő. Fiaim, csak énekeljetek. Nagy vihar volt, feldult berkeinken, enyhe árnyas rejtek nem fogad. S ti hallgattok? Elkészültök innen? Itt hagynátok bús anyátokat? Más berekben másképp szól az ének, ott nem értik a ti nyelvetek. Puszta bár, az otthonos vidéknek fiaim, csak énekeljetek! Hozzatok dalt emlékül, a hajdan lombs virággal gazdag táírul, zengjétek meg a jövőt, ha majd a ne kopárföld újra felvirul. Dalotokra könnyebben derül fény, hamarabb kihajt a hold berek, a jelennek búját édesítvén, fiaim, csak énekeljetek! A bokorban itt az ősi fészek, mely növelte könnyű szárnyatok. Megpihenni most is abba értek, bár a fellegek közt járjatok. S most, hogy a szél össze-vissza tépte, úgy tennétek, mint az emberek? Itt hagynátok, idegent cserélve, fiaim csak énekeljetek. Az emlékbeszédet idén Bartendre humánügyekért felelős alpolgármester mondta, kiemelte, soha nem szabad feledni mindazt, amiért a forradalom hősei küzdöttek. Biztos vagyok benne, hogy a jelenlévők közül bármelyiknek keltik fel, bármikor álmából, és teszik fel nekik a kérdést, mikor volt az aradi vértanuk napja, mindannyian tudnák, tudnánk a választ. Talán a 13-as 13, -as, 13 -as számot is. De vajon hányan tudnánk felsorolni őket? kíváncsiságból a beszédem írása közben nem puskáztam, és nem szégyellem bevallani, hogy hét névig jutottam, majd némi gondolkozás után ez a szám kilenc lett. Nem bengbátva senkit, szerintem nem vagyok egyedül ezzel. De talán ez még egy megbocsátható dolog, van azonban egy sokkal nagyobb kollektív hibánk ennél. Szépen lassan mindannyian megfeledkeztünk, megfeledkezünk mártírjaink áldozatáról, vagyis leginkább annak céljáról. Karácsony ünnepéről szoktunk úgy elmélkedni, hogy rendben van, hogy a szeretet ünnepe. De mit ér az az egy ünnep az évben, ha közben az év többi napján nincs ott a szeretet a szívünkben? Vajon mit ér egy megemlékezés, akár az aradiakról, akár a márciusi ifjakról, vagy a pesti srácokról, ha a szürke hétköznapokban jobb esetben semmibe vesszük, rosszabb esetben pedig két lábbal tiporjuk azt, amiért ők az életüket adták. Talán egy kicsit nyersen és keményebben fogalmazok most ebben a beszédben, de higgyék el, hogy az esetleges kritikus mondatokat magamnak is szánom, sőt, leginkább magamnak, de azért néha többes számban fogok fogalmazni. Zrínyi Miklósnak van egy elhíresült mondása. Horvát vagyok, tehát magyar. Október 6-án ez a mondat külön értelmet nyer. Talán megérthetjük azt, miért haltak meg olyanok a hazánkért, akik nem is beszélték a nyelvünket. Magyarnak lenni többet jelent, mint egy népcsoporthoz tartozni. Magyarnak születni egy dolog, de magyarnak maradni, vagy magyarrá válni már feladat. Az elmúlt évszázadokban őseink számos alkalommal mutatták meg, hogy képesek felnőni a feladathoz, amit az adott időszak megkövetelt tőlük. Most mi vagyunk a porondon. És ugyan valódi puskapor illata is terjen körülöttünk, önmagunk ellenfelei most leginkább mi vagyunk. A mi generációnknak saját magát kell legyőznie. Ha ma élne Vécsei Károly, nem a Habsburgal kéne szembenéznie, hanem saját magával. De vajon tovább tudjuk-e vinni az örökségünket? Képesek vagyunk-e a matomboló gyűlöletet önmagunkban és kollektíven legyőzni? Ma, amikor a családi vagy baráti összejövetel hangulatára rányomja a bélyegét az aktuális politikai helyzet, illetve a politikai vélemények ma, amikor azt sem tudjuk, hogy hogy hívják a szomszédainkat, és amikor bár mosolyt erőltetve magunkra sétálunk az utcán, de belül a szorongás, a stressz és a folyamatos rohanás ural minket. Ez hát a mi forradalmunk, legyőzni a minket körülvevő közönyt. Amikor gondok ezre is nyomják a vállunkat észrevenni, hogy a környezetünkben valakinek szüksége van egy mosolyra, vagy éppen pár biztató szóra. Ma minden a közösségek ellen dolgozik. Kreált, ám valóságos nehéz problémákkal falat húznak családok, baráti társaságok és mindenféle társaságaink közé. Ránk, ömlik ránk az a hangulat, amely nehezíti, hogy boldog emberek legyünk. Merjük kimondani, hogy forradalomra van szükség. Ezt a forradalmat azonban nem fegyverekkel kell megvívni. Ma Damjanics nem kardot vagy pisztolyt puskát ragadna, hanem a szeretet üzenetét közvetíteni irányunkba. A mai hősöknek nem mártil halált kell halniuk, hanem kilépve a komfortzónából, dacára minden nehézségnek, szeretettel kell odafordulnunk egymás felé. Sokan most talán legyintenek ezért, inkább fel sem nézek a papíromból, de igen. Megpróva, hogy megpróbáljak olvasni az arcokról, de hiszem és tudom, hogy a változáshoz csupán mi magunk kellünk. Sokáig magyarságomat én is gyűlöletben éltem. Azt gondoltam, hogy mi magyarok csak az elnyomás miatt nem érvényesülünk. Mindenki hívás volt a szememben, nyugat-kelet, csak az nem fordult meg a fejemben, hogy a magyaroknak egy ellenfele, vagy mondjam úgy, hogy egy ellensége van most, saját magunk. A mi generációnk feladata lerázni magáról ezt a gyűlöletet, és nem országosan, hanem a szűk környezetünkben elindítani ezeket a változásokat. És legyünk őszinték, városunkban is akad ezzel bőven tenni való. De higgyük el, hogy ez a fajta változás nem azon múlik, hogy ki van éppen az aktuálisan kormányon, még csak nem is azon, hogy kivezeti a várost, kivezet egy-egy intézményt, mennyibe kerül az energia, vagy éppen milyen korlátozások vannak érvényben egy-egy vészhelyzetnek köszönhetően. A változás bennünk emberekben, a hétköznapi mi voltunkban van. Beszéden vége felé egy kicsit visszakanyarodván a legelső gondolatomhoz. Megbocsájtató az, ha nem tudjuk felsorolni a 13 maradi vértanút, azért megérdemlik, hogy törekedjünk rá, de Gnézics Károly, Nagy Sándor József, Damjanics János, Aulik Lajos, Láner György, Poltenberg Ernő, Leininger Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsei Károly, Kis Ernő, Svejdel József, Dezsőfi Arisztid, Lázár Vilmos, nem azért haltak hősi halált, hogy álmunkból felkeltve is tudjuk a neveiket, hanem egy olyan Magyarországért, aminek a jövője, jelene most a mi kezünkben van. Tiszteljük meg őseinket azzal, hogy megvívjuk a szellemi forradalmat, és tiszteljük meg utódainkat, hogy azt tudjuk mondani életünk végén, mi is megvívtuk a csatát, mi is elvégeztük a feladatunkat, hisz ne feledjük nem az a magyar, akinek a nagyszülei magyarok voltak, hanem az, akinek az unokái is azok lesznek. És hogy egy picit hű legyek önmagamhoz, engedjék meg, hogy úgy fejezzem be a mondandómat, ne legyünk maradiak, értsük meg, mit hagytak ránk az aradiak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Az esemény a szózat közös eléneklésével zárult, illetve az emlékbeszédeket követően több oktatási és kulturális intézmény, szervezet és magánszemély helyezettel koszorult az emlékműnél.